az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Deák Dávid üzletkötő a vonalban, szervusz, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Hosszú szunnyadás után hogyan nyitott a budapesti értéktőzsde? Nagyon jó a hangulat itthon, magas forgalom mellett 1,4%-os pluszban a budapesti értéktőzsde. A BUX Index jelenleg 44.337 ponton áll, 2,8 milliárdot is meghaladó forgalommal. És hát a blue chipeink közül a három nagy papírunk emelkedni tud a legjobban. A Richter emelkedik, 2,2%-os pluszban kezdi a mai kereskedést, 8650 forinton áll jelen pillanatban. És igazából 2 milliárd forint fölötti forgalommal 1,4%-os pluszban az OTP bank részvénye is, 13600 forinton kereskedik. Hasonló teljesítményt mutat a MOL is 1,4%-os pluszban, 2250 forinton. És a budapesti értéktőzsde egyébként elég jelentősen felül teljesít, hiszen azért itt a nyugat-európai indexekben ilyen 0,5% körüli pluszokat látok, mind a német DAX, mind a londoni FTSE jelenleg 0,5%-os pluszban, a párizsi CAC-on 2,1%-os pluszban, és igazából az amerikai határidőben is ilyen 1,1%, illetve 2,1%-os pluszokat láthatunk jelen pillanatban. A közepes és a kisebb papírok között van olyan, amelyik rakétázik, vagy éppen hullókövet játszik? Nem látok nagy mozgást itt most a kisebb papírokban sem. Egyrészt igazából a magas forgalom mellett gyakorlatilag az OTP-ben meg a Richterben volt értelmi kereskedés egyenlőre így az első 41 percben, mert a 2,8 milliárdos forgalomból 2,6-ot ez a kettő papír adott. Úgyhogy a kis papírokban sem látok most így az első 41 perc után nagyobb mozgás. Jó, mi a hír a devizapiacon, hogy áll a forint? A forint a 367-es szinttel küld továbbra is, most 1 euróért 367 forint, 30 fillért, 1 dollárért 308 forintot kell fizetni a bankközi devizapiacon. Meglátjuk egyébként, hogyha ezt a 367-es szintet letörheti, ez egy nagyon fontos szint további erősödésre tehet kilátás. A nagyobb devizapárok esetében euró-dollár 1.19.25, itt nagy mozgás nem láthatunk, némi font gyengüléssel kezdtük a napot, az angol font az amerikai dollárral szemben 1.38.37, még az euróval szemben 0.86.19 ebben a pillanatban. Nem tudom, rá látsz-e a bitcoinra, mert ott meg egy történelmi csúcs volt, még mi nemzeti ünnepünket ültük, onnan viszont úgy hírlik visszapattant. Igen, hát ma is korrekcióban van a bitcoin, a történelmi csúcshoz képest azért lejjebb vagyunk, most 56 ezer dollár körül kereskednek egy bitcoint, 55.917, valóban a 60 ezer fölötti szinthez képest ez némi korrekció. Jó, oké, nagyon szépen köszönjük az információkat, jó kereskedést a mai napra. Köszönöm, szép napot, sziasztok! Szervusz! Deák Dávid üzletkötővel vitattuk meg a tőzsdenyitás eseményeit. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzen az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.